kisfunánk, arra mondott a Margit sziget. Megyünk a János kórházba. Villamos! Fú, de milyen... Hoppá, csacod leesett, baba, majd anya megcsinálja, jó? Van itt villamos, Nino, mindenféle, ugye? Azt élvezik, hogy lehagyjuk a villamost, aztán visszaelőz minket a villamos, ugye? Nagyon izgi. Ugye, babák? Visszamennek a bácsik. Leszálltak a bácsik a villamosról, meg a nénik is. Hát érdekes nekik itt minden benne a városban. Most megmutatjuk, hogy hol született. Eljövünk egy jó fél órája, hogy mehetünk a hegyedek, hogy pedig hoztunk egy sort. És csak itt születtél. Mindjárt, mindjárt mutatja anya, jó? Itt születtél, baba, itt kellett bemenni. Ott. Ott, egész pontosan a valóségben. Jött a ide a vizsgálatra jöttünk, itt kellett bemenni, itt születtél, és még mindig fel van állványozva. Földi itt parkoltunk, és itt van a Petőintézet. Ide lehetne Alexnek jönni iskolába. Hogyha minden nap tudnánk másfél órát a dobban állni, idefelé, meg hazafelé, meg aztán délután meg itt. Bizony, ilyen messze. Itt vagyunk a Kútvölgyi úton. Annyit kanyarogtunk, jöttünk hegyre föl, hegyre le, mire eltudtunk az első centertől a János kórházig. Ja, ilyen érdekes busznak áll a busz, és Kliza már elaludt, úgyhogy elaludt a sok villamos, meg út, meg Nino, meg motor nézelődésben. Ez már az. Tehát ott meg mindenem sokat figyelem. Ez pedig következő. Mindjárt ott vagyunk, és akkor a folyékbe mennek, kapával, én meg a Litával. Hát nem tudom, ne hagyjuk az autóban, ahogy nem. Köszönöm, hogy a azt tudod, hogy itt van egy játszótér. Na, találtunk egy Ninót. Itt bementek a Noé apával. Játszóra mindjárt bemegyünk. Szerintem. Csak hát most megcsodáljuk a Ninót. Itt egy nagy igazi Nino, ugye? Tetszik? Tetszik. Nagy sárga Nino. Noénak is nagyon tetszett. Oda menjünk be? Menjünk be. Jó, gyere, mert megyünk a játszótérre. Liza, nézd csak! Megjött a következő Nino. Csúszszál, baba. Csuszi? Csúszszál le. Csuszi? Kis játszótér van itt a... sebészet, bejáratom mellett. Pont itt van egy fa, ahol le tudtam ülni. Úgy semmi extra nincs itt. Ennyi két kis rugós játék itt mögöttem. Szia! Csuszika, ügyes voltál! Na, aztán lesen a játékok végére érünk. Van, aki bejött. Átment itt, és nem csak több az ajtót. Figyelem Lizát, hogy nem hiszem, hogy kiszalád. Nem tudom, remélem nem másfél órát leszünk itt, amíg a Noék sorra kerülnek. Még egy hét van neki a gipszban elvileg 3 hét összesen. Az első hét volt a leg
nehezebb, hát az első mondjuk olyan 3 nap volt az, amikor extrán nyűgös volt, extrán sírt, hogyha mondjuk ráadtunk egy pólót, az nagyon nehéz volt. Aztán utána már Magdikával elmentek játszóra, akkor már fokozatosan jobban lett, és amikor már hazahoztuk őket Magdika, akkor még már aztán elment paradicsomot szedni meg málnát is, úgyhogy így fokozatosan jobb lett a kedve. Ugye jött erre egy megfázás is, amit valószínűleg, hát most nem tudom, hogy egy a bölcsiből hozta, vagy a kórházban kapta el, nem tudom. Sanszosabb most jelenleg a kórház, ugye? Úgyhogy igen, és akkor most már fokozatosan jobb, tehát utána már csak amikor ruhát adtunk rá, na most képzeljétek el, hogy úgy körülbelül is tudom, 4 nap után jöttem rá, hogy hát egyszerűbb egy inget ráadni a gyerekre, nem kitörni a nyakát, ahogy ugye rá kell húzni először a gipszre, utána át a fejen, és utána a másik kéz, és rájöttem, hogy az ing az sokkal egyszerűbb, nem tudom, valahogy ott a nappaliban hevert egy ing, és mondom, sose használtunk inget, és ehhez képest volt 4 darab ingünk, még szerintem még Alexnek a hádában vettem 4 darab inget, meg talán egy H&M-esünk volt, tehát akkor összesen 4 darab ingünk volt, 92-esek, szóval olyanak meg már 98-as a mérete, úgyhogy szerencsére azért jók voltak rá. Aztán most már, hogy nem fáj neki, mozgatásra sem, simán alszik hason, úgyhogy így kirakja a párna mellé így a kezét, szóval most már a póló is simán elmegy, de hogy nem jutott eszembe ez. Ah, szerencsére nem kellett. Az járda. Járda? Járda, igen. Olyan álmosak lettünk, ettük ezt a fincsi ilyen borítékban lévő húsit a KFC-ben. Nagyon-nagyon finom volt. Ha még nem ettetek ilyet, én 25 éve nem voltam KFC-ben, kóstoljátok legalább egyszer meg. Szerintem annyira érdekes, ahogy beleharapsz ebbe a borítékba, ilyen ostya és a pitának a keverékének mondanám. Nézem, mert pont itt van egy fa, és pont nem látok rá Lizára, hogy melyik oldalról mászik föl, és pedig mögöttem volt, így láttam a kamerából, hogy ott mit csinál, de így nem. Így fordulok esetleg. Még mindig itt van a mentő, egy pici babát hoztak, úgy láttam, egy hordozóban. Ja, még egy érdekesség, hogy itt bejöttünk a kórház területére, és akkor így ugye csaptattuk a két gyereket, én fogtam a Laci meg a pelenkázótáskát, és akkor mondja, hogy ott úgy arra menjünk el jobbra, és akkor úgy tudjátok ilyen nagy ívben itt föl a hegyre, hát itt lyukadtunk valaki itt. És ez így ilyen, szóval ilyen kanyarba így jön föl. És mondom, hogy te nem mondod komolyan, hogy itt még hegyet kell másznunk két gyerekkel, hát még ez egy óra, mire feljutunk velük, megy el a mentő. Igen, megy el a Nino. És mondom, hát ott egy épület, hát ott van a lift, miért nem megyünk föl, és ahogy feljöttünk a lifttel, ott a mentő mögötti részen, amit láttak ilyen ott. Ez, itt húzogattunk ki, és a következő épület pedig már a sebészet, úgyhogy pasik. És mondom, a szegény gyereket a frissen eltört kezével fel sem volt kötve, hogy akkor így sétáltatod, és így jöttetek fel, hát hogy igen, így. Nem tudták, hanem, jaj Istenem, pasik. Na, de akkor legközelebb most már jönnek, akkor majd itt feljönnek. Tudják, hogy eléggé lepukkant épületek vannak itt. Nem mutatom most meg, mert itt most ülnek. Velünk szemben 3 is. Talán arra meg tudom mutatni, hogy nagyon lepukkant itt minden. De egyébként meglepően nagyon kedves a doktornő, szuper az ellátás. Úgyhogy aztán nem sokára már megyünk, ahogy végeznek, megyünk Alexért is, meg hát a kis ágyra, Lizának a kis ágyára 2 jelentkező is
Van már. Az egyik az azt mondta tegnap, hogy megbeszéli a párjával és visszajelez. Na most este vártam, hogy jelezzen, de semmi. Úgyhogy este későn írt egy másik érdeklődő, és ők pedig azt mondták, hogy ma olyan 5-6 körül eljönnének érdre megnézni. Úgyhogy természetesen ma olyan ebéd közben írt az első érdeklődő, hogy akkor nekik mikor elnél, és akkor mondtam, hogy hát viszont vártam, hogy fiad, és ugye nem első eset az, hogy eltűnnek, tehát érdeklődnek, sőt olyan is volt már, hogy a etetőszékkel volt az, hogy érdeklődtek, és mondta, Érdi volt az anyuka, úgy lettem 3 gyerekkel, és hogy elindul érte, és délre odaér, és sosem ért oda, és nem válaszolt üzenetre, hogy hol vagy, próbáltam hívni, nem vette föl, szóval én ezt nem értem, mire jó. És ez nem az első eset volt olyan, aki valami, nem tudom, valamit akkor is árultunk, és elindult Budapestről, és azt sem érkezett meg soha hozzánk, úgyhogy nem az első eset. De azt mondjuk, hogy mi betelt volna az, hogy mit tudom én, nincs rá keretünk, nincs, nem páromnak nem tetszik, mit tudom én, nem tudjuk most megvenni. Tehát, hogy most miért kell a másik embert hűíteni, ezt nem értjük. Szóval azt hittem, hogy jó, hát ez is annyi, majd hát igazából ott van a garázsban, nem tudunk beállni tőle, szóval az lenne a lényeg, hogy minél hamarabb elvigyék ugye onnan. Szóval igen, elvileg ma jönnek 6 körül megnézni, még nem ért azóta ma. Tegnap egyeztettünk vele este, úgyhogy ha meg ő nem jön, akkor meg majd írhatok az első érdeklődőnek, de látom, hogy még utána még lesz több érdeklődőre, szóval... Jaj, de nem szeretem ezt az eladogatást, mert annyira macerások az emberek. De hát megcsináljuk majd Alexnek az ágyát. Szerintem holnap, ugye holnap 20-a van, Laci nem dolgozik. 21-én pedig megyünk repülőnapra Budaörsre, már ezt elmondtam a Noé-nek, beharangoztam, hogy ha ügyes leszel ma a doktornéninél, a gipszvizsgálatnál, akkor elmegyünk repülőnapra. Nézd, és akkor, hogy felszállunk? Ó, mondom, kisfiam, hát, ha te felmersz. Lizám, nem, csúszál. Csúszál, jó? Ne ott csúszál, baba. Ja, nem jó. A csúszán csúszál le, baba. Ott, menjél körbe, arra. Ja. És akkor mondta, hogy csak kéne a pipi, nem mondom, dehogy nem, hát a pipi is szereti, meg a Lisa is a repülőket. Ja, jó. Úgyhogy nyilván nem fogunk felszállni repülőre, de ha lesz valami gyereksorok, úgy olvastam, szóval a gyerekeknek is lesznek rendezvényeket, meglátjuk. Mostanában nagyon érdeklődnek a villamosok, a buszok, a nínók, a repülők, a hajók, minden iránt, szóval kinyílt a kis világ nekik. Jó, most akkor egy kicsit még várunk, most már nem tudom mennyi ideje vagyunk itt. Szerintem már 25 perce itt ülünk. De még szerencsé, hogy van egy kis játszótér, és a Liza le tudja magát foglalni. Még mindig várunk. Már 35 perce várunk. Ugye? Te meg levélkével játszol. Kettő van nekem. Azt mondja. Hussz! Dobál két levelet. És egyből elszorakoztatja magát. Aha. Hussz! 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 Ha el tudtok jönni, akkor feljöhettek hozzá nyugodtan látogatóba. Én nem vagyok ennek ellenére. Szép leveleid vannak, nagyon szépek. Nagyon szépek. Én meg a harmadik kerület szép. Tudod, amit most mondtam. Nem tudom még mennyi idő. Ooh,
levélkék. Most már itt van Alex is velünk, aki nagyon sírt, nem akart élni a mamáiktól. Úgyhogy leszereltem egy fogkefivel, amit vettünk neki, egy verdás fogkefit. Vettünk neki az Asian Centerben, úgyhogy így ott mutatja is. Majd ott van, kibontjuk, jó? A többiek is egyből elkészítik, hogy ők is kérnek, úgyhogy majd ők is kapnak fújat. Nekem van a szemrizának egy unikornisos, meg még egy szerintem van. Alexnak kellett venni egyet. Igen, szóval másfél órát voltak bent. Placinoéval láttak a sebészeten az átkötésre. Noé nem mozgatja az ujjait a gipszes kezénél, nem tudja dotolni, hogy miért nem. Azt majd tornáztatni kell neki. Megvan a matricát amúgy? Még fogta. Behozta. Ja, behozta, persze. Hát akkor a matrica mamáiknál hát, vált. Bent, igen, ott még bent vált. Ja, jó, nem vagy. Szóval kapott most is matricát. És azzal a kezével kellett megfogni, amelyik a gipszben van, de nem nagyon, nem tudja, hogy miért nem elgéberedett neki, vagy nem tudjuk, hogy mi. Uli szemtel az állni, őt egész ott, igen. Na, úgyhogy most már 5 óra van, elfáradtunk. Főleg ebben a másfél órás várakozásban már hiszen mindent csinált, csúsztázott. Nézegettük a mentőautókat, akik jönnek, leveleket dobált, akkor rámült, és akkor pám-pám-pám-pám-pám énekeltünk, akkor megint mentőautót néztünk, jöttek utána két kislányjal, akkor velünk csúsztázott, meg azon a, igen, azon a rúgós játékon játszottak, aztán már csak megjöttek, úgyhogy igen, nem kellett fizetni a parkolásért. De eddig mindig így mentetek, nem? És az is hétköznap volt. Hát kétszer, és... hétvégén egyszer voltunk múlt pénteken. Na, akkor nem. Nem, igaz. Ezek szerint kell. Mit húzunk fel, babám? Az árnyékolót? Igen, az árnyékolót. Hát azt most így menet közben már nem jó, már kibírod babát. Süt a nap, hát először nézzük este a kamionokat. Na, még nem írtak, aki a kiságyért jön, az egyik csapat. Pedig olyan azt hittek, hogy olyan 6 hét között jönnének, hát 5 óra elmúlt, még nem egyeztettünk. Most nem tudjuk felhúzni. Úgyhogy elfáradtunk ezen a napon, fél 8. Óta mentünk a városba. És nem sokára most már hazaérünk. Hát szerintem olyan fél 6 körül hazaérünk. Jó, babám, nem fogunk ezért most nem megállni. Jó, kibírod, 12 perc és otthon vagyunk. Oké. Na jó, köszönjük, megnéztétek, jövünk legközelebb. Sziasztok! Köszöntök? Köszönjél! Sziasztok!